Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok. Ez pedig a Subnautica Below Zero folytatása. No, amire szükségem lenne, az egy elem. Ez mindjárt lemerül, ami ebbe van. Úgyhogy még egy rézet összekerítünk. Na, ma nem is fogjuk használni, mert fölösleges. Jármű megvan. Alapvetően mindenünk megvan ahhoz, hogy megtaláljuk most már a roncsokat. Vagy roncsot, vagy akármit, amit keresnünk kell. De még egy elemre szükségünk van. Ahhoz pedig még egy kis rézre. A kérdés, hogy van-e réz itt a közelbe. Ezüst. Találtunk benne ezüstöt, de nem annyira az volt a szükség. Arany. Fogadjuk, hogy mindent fogunk találni, csak ezüstöt nem. De hát ez van. Ott egy kristály, de az nem különösebben érdekel most. Egy ilyen vízibogyót összemarunk. Ebbe titán volt. Igaz, ilyen ezüst potenciális volt. Akár lehetett is volna jó nekünk. De nyilvánvalóan nem túl egyszerű. Továbbra is szörnyikéttől inkább menekülünk, amennyire tudunk. De azért, ha gyémánt plusz ezüst, meg mi egyéb van. Esetleg ezüst, vagy réz, vagy gyémánt. Akkor azért hát, ha. Hát, azt nem számoltam, hogy a játék legnehezebb akadálya az ez egy darab réz, vagy ezüst, vagy mi egyéb összeg szedése lesz. De úgy látom mégiscsak. Nem is ezüst, hanem réz. És minden más találunk. De ezúttal a réz az szigorúan kritikusan nem létező erőforrás. Még olmat is hamarabb találunk. Na, végre egy réz. Két réz. Remek. Akkor irány vissza a bázis. Megvan a réz. Fő akadályunk, fő korlátunk. Ezt remélem a sarokból le lehet venni majd azt a... Hogy hívják ott? Akadályt, helyes, sikerült. De kell olyan bogyó,
Kábelkészlet. Még egyébként majd az kell, mert egy fejlett kábelkészlet is kell. Yeah, az majd jó móka lesz, nem? Oké. Minden van, kivéve ami nekem kéne. Na. Titeket kerestünk. Abból majd csinálunk egy, hogy hívják ott? Még egy gyógycsomagot. És lesz akkor két elem. Ez jól áll, elfogadható, tele. És ez a majdnem lemerült, ez meg dobjuk be. De egy gyógycsomagot még azért gyártsunk. Oké. És mondjuk egy vizes halat szerezzünk. Vagy oxigén halat, vagy mit. Egy ilyen hólyagot. Vagy kettőt. Meg egy kaját. Aha, sikerül megszereznem. Remek. És akkor ezzel szépen feltöltjük a készleteinket, és akkor nekivághatunk végre. A tényleges útnak. A tényleges felderítésnek. Mert ez még az utó után előkészület volt. De hát biztos, ami biztos alapon nem ártott. Hiszem alulról lehetett beszállni, vagy felülről, mert nem is emlékszem. Remek. Azt, hogy ezt hogyan fogom feltölteni, ha esetleg valaha is kimerül, azt nem tudom. Jó, azt hiszem a keresett szumó az a lila foltoknál lesz, ahol az a lila felgőtörés volt. Úgyhogy majd oda kell eljutnunk. Az valahol itt a sziget egyik másik felén volt. Azt hiszem. Remélem, ezek a szörnyikék nem nagyon akarnak megtámadni engem. És főleg a járművemet. De meg akarják támadni, és meg is támadják a nyomolyások. Itt valami van, az biztos. Roncsnak roncs. Lehet, hogy ezt kerestük. Csak meg kéne találni, hogy hol lehet bejutni mi. Mintha lenne egy bejáratféle.
Egy energiacella. Másik oldala a kijáratnak. Na hát megreszeljük ezt az ajtót. Elég gyorsan fogy az energiánk. Egyenre még csak körbenézünk itt a mondjuk úgy normál részein. Sajnos ez üres. De egy érdekes roncsunk van, és nagyon nem biztos vagyok benne, hogy jó helyen vagyunk. Oké. Járművem az közelebb van, mint a másikok. Úgyhogy így fogunk tölteni. Az energiacella az kiváló. Egyébként is kérdés volt, hogy honnan szerzünk még egyet a járműhöz. Találunk. Az a legegyszerűbb módszer. Csak úgy itt a bejáratnál. Azt hiszem ezt a halat... Akkor innen... Fogjuk szépen elemezgetni. Meg el is csípjük. No. Legalább a legelején bemegyünk. Egy extra oxigén forrásnak jobban örülnék. Bár kétségtelen az energiacella is jó. Elem. Oké. Akkor most megpróbálunk kijutni a másik irányba, mert az egy picit gyorsabb. Főleg, ha nem bohóckodik ez az eszköz. Mert ha bohóckodik, akkor nem biztos, hogy kijutunk. Időben. A lámpa azt hiszem nagyobb fényt adott. Tényleg nem tudok átmenni, vagy csak... Vagy csak nem akar átengedni kényelmesen. Oké. Okay.
Hát most keresgéljük a másik bejáratot, ahonnan azt a másik szobába tudnánk bejutni. Úgy látom. De lehet, hogy nincs. És úgy általában nem jó helyen vagyok. Vagy ki tudja. Na jó. Irány a felszín. Most nem teljesen tiszta, hogy mi a gubanc. Így nézett ki, mint ami bejárat, de aztán kiderült, hogy nem az. Még egy hal, akkor azért ezt összeszedjük. Na, megpróbálom bemenni még egyszer a előző bejáratból. De lehet, hogy nem jó helyen vagyunk. És azért nem találjuk meg a megfelelő bejáratot, mert nincs itt mit megtalálni. Némi értékes és hasznos felszerelést találtunk, de ennyi. Két még nem jártunk, viszont ha az a láda igazat sejtett, de nincs is tovább. Ez úgy lehetem csak ennyi, hogy mert ez meg nem átjáró, de nem úgy látom, hogy itt kellene lennem, mert nem találtuk meg a roncsot, a felszerelést. Na hát, bejártuk az egészet, úgyhogy akkor nem jó helyen vagyunk. Nem ez a hajóroncs kell, hanem a másik, legyen az bárhol is. Van javítószer számom? Akkor azzal meghegesztjük, mert az semmibe nem kerül. Akkor irány tova. Két energiacella, pár egyéb hasznos kütyű. Így hatalmas lebegő kristály.
És akkor próbáljunk keresni egy másik roncsot. Mert az első, amit találtunk, az nem jó. Oké, ez a hal kinyírta magát. Vissza a lila ködökhöz. Próbáljuk amennyire lehet elkerülni a szörnyikéket, hogy fölöslegesen ne rágcsáljanak meg. Nem fog sikerülni. Aztán megkeressük ezt a állítólagos roncsot. De lehet, hogy mélyebben van. És azért nem találtuk meg. Itt a múltkor is itt voltunk, de ez csak roncsok. Nem pedig jármű roncs. Amivel be tudok hatolni. Ó, ez már valami. Nem biztos. Oké, az kimaradt, hogy ez 150 méterig tud lemerülni. Azaz, hogy teljesen haszontalan. Szinte mindenre. No. Egy újabb roncs, vagy roncsok. Meglettem volna nélküled. Dokkoló modul töredék. Na mindegy, legalább hajóroncsokat találunk. Só az nem izgat. Azért vissza a hajóhoz. Abból lesz a... a hasznos. Remélem random nem eszik meg. Ott hagyott hajómat. Egy másik roncs. Dokkoló modul. Ott egy harmadik roncs, vagy sokadik roncs. De előtte beugrunk.
Meg ott nagyon mélyen is van egy roncs. Háló modul. New technology acquired. Dokkoló modul. New technology created. Legalább valamit találtunk. Ha nem is mindent. Amit kerestünk. De azért felsiker. Azért felsikerig eljutottunk, az se rossz. Annál is, lehetne rosszabb is. Az ott egy kristály. Nem különösebben izgat, de fölmarjuk. Oké. Így megjavíthattam volna. Ez lehet, hogy hasznos lett volna. Hát, nem örülök. Találok egy hatalmas roncsot, átkutatom és semmi. De ha esetleg mégis abba kellene megtalálnom, amit meg kell találni, akkor szóljatok nyugodtan. Mert most nem tudom, hogy hol kéne keresnem a következő megoldást így. Szeretjük, ahogy harabdálod a gépemet, szörnyike. Na hát egyre még kóricálunk, hátha segít valamit. De hát elég nagy semmit látok csak. Szörnyekkel mindenütt. Nem hiszem, hogy itt kéne keresgélnem. Sóki növések. Hát... sok helyre nem jutottam vele. Szóval elindulunk visszafelé. Hát ha... valami érdekesbe belefutunk. Bár azt hiszem ennyi volt. Amit úgy egyszerűen megtalálok. Én nagyon úgy érzem, hogy itt kellett volna találnom azt a valamit valahol, amit keresgéltünk abba a roncsba. De mindegy. Majd lesz máskor. Csak egy kicsit barátibb zónába szeretnék kijutni. Na ez ugyanaz a roncs, vagy egy másik? Azt hiszem ugyanaz a roncs. Amit az előbb találtunk meg. De azért megnézzük.
Ja, ez ugyanaz. A kivágott ajtóval. Hát ez nem tudok mit kezdeni akkor. Érdekes fa. Növény, akármi. Bla bla bla. Van víz? Van. Vital signs stabilizing. Akkor azért mielőtt meghalunk, azt azért rendezzük, aztán vissza a bázisra. Hát már ennyi volt. Alapvetően. Visszajövickélünk, megjavítjuk a hajót. Aztán majd teszünk egy másik kört. És persze lehet, hogy a sziget másik oldalára kellene mennem, vagy mit tudom én. Vagy ezen a roncsmezőn megtalálni a cuccot. Nem tudom. Egyre mindegy is. Első kísérlet nem volt sikeres. Bár elég sok mindent találtunk. És nem túl jó hír, hogy a szörnyikék azok komolyan kárt tudnak tenni a járműben. No, se baj. Akkor innen folytatjuk. Mára ennyi. Welcome aboard, Captain.